nincs megállapodás. 2 forintot akart emelni a felvásárló cég vezetése az ipari alma árán, azonban ezt a termelők nem fogadták el. Kevés a mezőgépész, 10-ből 9 gazdaság szakember hiánnyal küzd, legalább 15-20 év, mire megszűnhet az ágazatban a munkaerő hiány. Megérkeztek a tankönyvek, az iskolák közel 2/3 már megkapta a következő tanév tankönyveit, melyeket a legtöbb helyen az első iskolai napon osztanak majd ki a diákoknak. Két forintot akart emelni a felvásárló cég vezetése az ipari alma árán, azonban ezt a termelők nem fogadták el. A Kölcsei Televízió híradóját látják? Köszöntöm Önöket! Szerdán tárgyalóasztalhoz ültek a felvásárló cég és a megyei gazdakör képviselői Vásárosnaményban, hogy egyeztessenek az ipari léalma 13 forintos felvásárlói árának a legalább 25 forintra való emeléséről. A termelők azért is találták megalázóan alacsonynak az árat, mert Európában mindenhol magasabbak a felvásárlói árak. Miután nem született megállapodás az új, a gazdák által is elfogadható árról, az alma termelők demonstrációja tovább folytatódik. Közben döntés született arról, hogy létrehoznak egy termelői tulajdonú, ármeghatározó szerepet betöltő feldolgozó üzemet, ami megoldást jelenthet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megtermelt gyümölcsök tisztességes áron történő értékesítésére. A múlt héten kezdődött a demonstráció a léalma alacsony ára miatt. A feldolgozók 13 forintot akartak fizetni egy kilóért, míg a gazdák a 25 forintot tartották reális árnak. Erről kedden délután tárgyalt Nagy István agrárminiszter a gazdák képviselőivel. A tárgyalás ma délelőtt Vásárosnaményban folytatódott a felvásárló osztrák cég képviselőivel. Az eredményt a gazdák az árnyékba húzódva egyre türelmetlenebbül várták, végül nem született megállapodás. 13-ra plusz 2 forintot ígértek, ez volt az utolsó ajánlatuk, ami gyakorlatilag megalázó és megszégyenítő minden magyar gazdára nézve. Egyébként ez az uniós árakkal, tehát az Európai Unióban kialakult árakkal sem vethető össze. A gazdák úgy döntöttek, hogy a demonstrációt tovább folytatják. A gazdák türelmetlenek, hiszen ugye beérhet a gyümölcs, be kellene takarítani, viszont a jelenlegi felvásárlási ár csak a betakarítási árat tudnák kárpótolni a termelőknek, ezért gyakorlatilag nagyon sok termelő arra az elhatározásra jutott, hogy betárcsázza a földbe az almákat, és akkor nem fogja veszteségérni a vállalkozását. A KED délutáni Agrárminisztériumban zajló tárgyalások során szó esett egy feldolgozó üzem létrehozásáról, amely termelői tulajdonú és a nemzetközi piacokhoz igazodó árképlettel dolgozik. Ennek az előkészítését a mai nappal konkrétan is megkezdjük. Szükséges forrás, ami a támogatási oldalon indokolt rendelkezésre áll. Azt gondolom, hogy csak egyetlen megoldás van hosszú távon, ha a gazdák tulajdonában lévő üzem megkezdi működését. Ez akár kiemelt állami beruházás is lehet majd. 10-ből 9 gazdaság szakember hiánnyal küzd. Hiába nőtt a mezőgépész tanulók száma az elmúlt években, még így is legalább 15-20 év, mire megszűnhet az ágazatban a munkaerő hiány. Eddig nagy problémát jelentett a mezőgépész szakma presztízsének a pozitív megváltoztatása. Ma már karrier és ösztöndíj programokkal segítik a diákokat, a végzettek pedig kiemelt bérezéssel azonnal el tudnak helyezkedni. Az ország legjobb mezőgépész tanulói mérték összetudásukat még áprilisban Baktalórendházán. A településen működő Vai Ádám gimnázium és mezőgazdasági szakképzőiskola hosszú ideje képez mezőgépészeket, a szak az egyik legnépszerűbb a képzési kínálatukban. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert Baktalórendházán hagyományosan, már tradicionálisan népszerű a gépszerelő, illetve a mezőgépész képzés. Hál' Istennek ennek az iskolának az adottsága is lehetőséget nyújt. Maga a felszereltség, illetve a területi elhelyezkedésnek köszönhetően nem küzdünk tanulóhiánnyal. A végzett mezőgépész tanulók pedig azonnal el is tudnak helyezkedni. Megjelentek az iskolánkban a környező gazdáknak a gyermekei. Ennek köszönhetően ők már saját gazdaságba tudnak elhelyezkedni, illetve hát a környező gazdák is hát keresnek és kapva kapnak a nálunk végzett tanulók után. Ez pedig országosan minden mezőgépész tanulóra igaz, ugyanis a mezőgazdaságban egyre feszítőbb a munkaerőhiány, 10-ből 9 gazdaság szakemberhiánnyal küzd. Tavaly már 1500-zal többen jelentkeztek mezőgépésznek,
azonban az ágazat által igényelt 5000 végzősnek csak kevesebb, mint 10-re kerül ki évente az iskolapadból. Még nem jelentkeznek elegen, és akik végeznek, figyelni kell rájuk, hogy a pálya elhagyás az ne történjen meg. Egy páran elhagyják nyilvánvalóan a szakmát, ez benne van, de egy páran jönnek is a szakmába, szóval bízom benne, hogy az elkövetkező pár évben sikerül azt elérnünk, hogy az az évi 4500-5000 mezőgépész, akire szükség van, beszéljek itt most gépkezelőről, beszéljek itt most technikusról, gépszerelőről, mérnökről, ezek fognak jönni, és a szakmának a segítségére lesznek. A mezőgépészet megítélése az elmúlt 30 év során keveset változott. A szakmát még mindig olajosnak, elavultnak, alantasnak tartják, sok fizikai munkával és alacsony fizetéssel. A Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetsége legyelte is mezőgépész néven, iskolások számára képzés és karrierprogramot állított össze, illetve különböző fesztiválokkal is népszerűsíteni kívánják a szakterületet. Szépen lassan már az emberek megértik azt, hogy ezekhez a gépekhez kell szaktudás, kellenek hozzá a fiatalok, mert aki már egyébként egy táblagépet jól tud kezelni, és van műszaki vénája, ahhoz már közel állnak ezek a gépek, ezeknek a kezelése, és ezáltal ezt el tudják sajátítani. És tényleg már azokat a sztereotípiákat, hogy tényleg ez egy koszos, poros szakma, ezt már lassan sikerül leküzdenünk, és észreveszik azt, hogy robotkormányzás segítségével, klimatizált fülkében, kényelmes ülésen, tényleg nyugodtan tudnak dolgozni, és nem elhanyagolható tény, hogy ezt a nyugodt munkát, ezt ma már meg is fizetik a mezőgazdaságban. Umenhofer Péter hozzátette, bár időben észlelték a problémát és tették meg a szükséges lépéseket, de így is legalább 15-20 évbe telik az ágazati munkaerőhiány leküzdése. Az iskolák közel kétharmada már megkapta a következő tanév tankönyveit, melyeket a legtöbb helyen az első iskolai napon osztanak majd ki a diákoknak. Jelenleg az elsőtől 9. osztályig mindenki, a többi évfolyamon pedig minden rászoruló diák ingyen tankönyvekhez jut, de a kormány kezdeményezni fogja a teljes tankönyvellátás ingyenesítételét. 4 raklapnyi, közel 6500 darab tankönyv várakozik a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban, hogy kiosszák őket a diákoknak. Az intézménybe augusztus 7-én érkeztek meg a következő tanév tankönyvei, amiket a tanulók az iskola kezdéskor kapnak majd meg. A 9. évfolyamosok 175-en vannak nálunk, valamennyien ingyen jutnak hozzá a tankönyvekhez, a felsőbb évfolyamokon pedig előre beadott igény alapján lehet ingyenes tankönyvekhez hozzájutni. Összesen 680 tanuló kezdi meg a tanulmányait szeptember 3-án nálunk, és ugyanezen a napon, tehát szeptember 3-án kiosztjuk az összes tankönyvet is. A megye több intézményében is ekkor kapják meg a diákok könyveiket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében országosan is jelentős mennyiségű tankönyvet osztanak ki. Országos számokon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye súlya elég nagy. Ebben a megyében több mint 800 000 könyvet szállítunk ki, konkrétan 800 354 darab tankönyvet, 65 891 diáknak, és az iskolák, akik rendeltek tőlünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, száma pedig 282. Tehát 282 szállítási pontra kerül ez a közel 66 000 könyv. A tankönyvek kiszállítása augusztus 1-én kezdődött, mostanra pedig már az iskolák közel kétharmada meg is kapta azokat. A tankönyvellátásban az elmúlt években komoly változások történtek. A kormány felmenő rendszerben bevezette az ingyenes tankönyvellátást. Tankönyvellátás 2013 óta állami feladat. Ennek megfelelően idén is elkészültek a tankönyvek, és már zajlik a kiszállítása az összes tankönyvek, taneszköznek az iskolákba. Elsőtől a 9. évfolyamig minden tanuló számára ingyenesek a tankönyvek. A jövőben tervezi a kormány ennek a ingyenességnek a további kiterjesztését a még meglévő folyamokra. Vizsgáltuk, hogyha az idei tankönyvrendelések a 2013-as árakon történtek volna meg, akkor 5-6 milliárd forinttal kerültek volna többe a tankönyvek a családok számára,
ebben az állami feladatellátási rendszerben 40%-kal tudtuk csökkenteni a tankönyveknek az árát. A cél ugye az, hogy minden tanulónak legyen megfelelő tankönyv. 900 tankönyvnek a fejlesztése történik meg a következő 3 évben. Ennek egy sajátos területe a nemzetiségi tankönyvek, illetve a sajátos nevelési igényű gyerekeket kiszolgáló tankönyveknek a köre. Maruzsa Zoltán hozzátette, augusztus végéig a megrendelt 12,5 millió tankönyv mindegyike megérkezik az intézményekbe. Mint mondta, a pótrendelésre augusztus 21-től szeptember közepéig van lehetőség, az utólag rendelt köteteket pedig szeptember végéig szállítják ki. A 3 év alatti gyerekek számára vetítve még soha nem volt ennyi bölcsődei férőhely Magyarországon, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Novák Katalin elmondta, 2010 óta az a kormány célja, hogy a munkavállalásnak ne legyen akadálya a családalapítás, és a családalapításnak ne legyen akadálya a munkavállalás. Az államtitkár hozzátette, a bölcsődei férőhelyek növelése mellett az ott dolgozók felsőfokú végzettségnek megszervezését támogatva 40-60%-kal növekedett a bérük. Új típusú bölcsödéket hoztunk létre, a hagyományos mellett mini bölcsödéket, családi bölcsödéket és munkahelyi bölcsödéket is létrehozhatnak most már az önkormányzatok. Ezeket támogatjuk is. Több mint 120 milliárd forintot áldoztunk, illetve fektettünk be bölcsödei és óvodai férőhelyek létrehozásába és felújításába. Mostanra 2010-hez képest közel másfélszeresére emelkedett a bölcsödei férőhelyeknek a száma. Ez jelenleg mintegy 48 ezer bölcsödei férőhelyet jelent, de nem állunk meg itt az elkövetkező években. Szeretnénk, hogyha ez a szám 60 ezerre emelkedne. A hazai kis- és középvállalkozások fele szerint nem fontos a digitalizáció, és csupán negyedük költ digitális fejlesztésekre. A szakemberek szerint ez az állapot hosszú távon nem fenntartható, és jelentősen ronthatja a vállalkozások versenyképességét a digitális lemaradás. Az iparral foglalkozó cégek esetében jobb a helyzet, az ipar 4.0-nak is köszönhetően ezen a területen jobban lépést tartanak a vezetők a korral. Felhő megoldások, IT-biztonság, időmenedzsment online alkalmazásokkal. Ma már alapvető és megkerülhetetlen eszközök egy vállalkozás életében. Azonban egy nemrég végzett hazai kutatás szerint a kis- és középvállalkozások fele továbbra sem érzi az informatikai fejlesztések és a digitalizáció jelentőségét, jelentős részüknek honlapja sincs. A kutatásból az is kiderül, hogy a cégek csupán negyedet költött az elmúlt 1-2 évben informatikai fejlesztésekre. Helyette sokkal fontosabbnak tartják azt, hogy versenyképesek, költséghatékonyak legyenek és új üzleteket szerezzenek. A szakemberek szerint azonban ma már hosszú távon ezek is elérhetetlenek a megfelelő digitális háttér nélkül, pedig a KKV-k digitális fejlesztése már az 1-2 fős vállalkozások számára is komoly versenyelőnyt jelenthet. Miért ilyen lassú ez a folyamat? Talán azért, mert a többi vállalkozás vagy vállalkozásvezető sem érti meg igazán a lényeget, hogy mai korban már digitális technika nélkül egyszerűen nem lehet létezni. Egyszerűen nem lehet információhoz jutni, korrekt információhoz, vagy olyan kellő mennyiség információhoz, ami szükséges. Nem lehet a technológiát fejleszteni a digitális technika nélkül. Egy legegyszerűbb gépre gondolok, egy megmunkáló gépre, egy forgácsoló üzembe, nem beszélve komolyabb technológiai egységről, egy nagyobb feldolgozó üzembe. Tehát enélkül létezni nem lehet. Aki ezt nem vállalja fel, vagy nem tudja felvállalni, az valóban nagyon le fog maradni. A vállalkozások 99%-a KKV, 2 millió embert foglalkoztatnak, ezért jelentős súlyuk van. Az ipar 4.0-át illetően talán hamarabb várhatóak előrelépések, hiszen az iparral foglalkozó cégek előrébb tartanak. Az ipar 4 ugye hát ennek egy összefoglaló neve is, amely azt tűzte ki célul, hogy a teljes iparág, minden iparágban és minden vállalkozásnál belátható időmből, és itt nem évtizedekben gondolkodunk most már, hanem 3-5 évről maximum, át kell állni a mindenkinek, mert annyira le fog maradni, tehát ma már nem megy az, hogy egy füzetbe kézzel feliratok dolgokat, most ilyen egyszerű példákat hozzak, vagy pedig telefonon megbeszéljük a dolgokat, vagy nem tudom, kezet fogunk és csináljuk, ez nem megy. Aki nem lesz benne, az sajnos le fog maradni. Nem csak a fejlesztések terén nagy a lemaradás, Magyarországon a 10 fős KKV-k közül csak minden második döntéshozó hallott az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletéről, a 20 dolgozó feletti cégek vezetői közül pedig minden ötödiknek ismeretlen a rendelet. A KKV-k 46%-a szerint nem kell foglalkozni a GDPR miatti változásokkal, ötöde pedig semmilyen változtatást nem tervez.
Csalók küldenek hamis értesítéseket a NAV nevében a személyes adataik elérése érdekében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében olyan levelet küldenek ismeretlen személyek, amelyben adó visszatérítésre hivatkozva az adóhivatalhoz hasonló oldalra vezetik őket. A NAV arra figyelmeztet, hogy a hivatal soha nem kér e-mailben bankszámlára vagy bankkártyára vonatkozó bizalmas adatot, értesítési gyakorlata pedig merőben eltér a csalók módszerétől. A hivatal az ügyfélkapunk keresztül, illetve postán, adószámla kivonaton értesíti az adózókat, ha túlfizetésük van. A NAV hivatalos honlapja pedig a www.nav.gov.hu címen található. A hétvégén Budapesten rendezik meg az atlétikai felnőtt szuperliga döntőt és a serdülő magyar liga döntőt. Nyíregyházáról 14 versenyző kvalifikálta magát a viadalra, amelyen számonként az előversenyeken legjobban szereplő 8-8 atléta áll majd rajthoz. A Magyar Atlétikai Szövetség azzal a céllal hívta életre a pénzdíjas szuperligát, hogy a szabadtéri szezonban a hazai versenyeken is rangos mezőny álljon rajthoz. Idén már 5. alkalommal indult el a sorozat, amelynek döntőjét a hétvégén rendezik a fővárosban. A döntővel párhuzamosan a serdülő Magyar Liga döntőnek is otthont ad a Lantos Mihály Sportközpont. Nyíregyházáról 14-en lehetnek ott a viadalon. Az ugrók közül 3-an kvalifikálták magukat, a 3-as ugró Leveleki Bence azonban mandula műtéte miatt nem indul a döntőn. Így Bakosi Péter magasugrásban, Zajász Petra pedig hármasugrásban képviseli majd Bakosi Béla csoportját. Péternek továbbra is meg kéne őrizni a veretlenségét, bár ugye nem jutott ki az Európa-bajnokságra, és nagyon könnyített edzéseket folytatott, meg pihent, és ugye a szezon végén majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én remélem azért, hogy az elsőjét el tudja hozni. A Zajász Petrának-tól az elvárás, ő egész évben nagyon-nagyon jól versenyzett, utánpótlásbajnokságot nyert, ugye felnőttek között is a legjobbak között van, azt gondolom, hogy az egy-három helyezés valamelyiké el tudja hozni ő is, tehát úgy gondolom, hogy jó szereplés várható tőlük. A futók közül Osváth Krisztina 400 és 800 méteren harcolta ki az indulás jogát, Tasité Dávid pedig 400-on áll majd rajthoz. A serdülőkorú sprinter Szilágyi Zsófia szereplése kisebb sérülés miatt még kérdéses. Széles Imre edző az első három közé várja tanítványait. Én úgy gondolom, hogy érződik a teljesítményeken az, hogy ez már szezon végén állunk. Ettől függetlenül a Dávidtól én jó szereplést várok, hiszen 2 héttel ezelőtt egyéni csúcsot futott. Szerintem ezt a formát ki tudjuk nála még tolni erre a versenyre is, akár egyéni csúcsot is futhat. A többieknek én azt gondolom, hogy ez a reális elvárás, amit mondtam, ez a harmadik helyezés környéki teljesítmény megfelelő szerintem ebbe az időszakban már. Jó eséllyel indulnak a döntőn a nyíregyházi dobók is. A diszkoszvető Szikszai Róbert is kerekes Dúra, ugyanis az első helyen jutott a fináléba, de érmet szerezhet még diszkoszvetésben Káplár János és súlylökésben Kerekes László is. A hétvégén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságban is elrajtol a szezon. 4 csoportban 53 együttes küzd majd a pontokért. Szintén a hétvégén kezdődnek el az MB3-as, U17-es és U19-es bajnokság, valamint az MB2-es, U14-es és U15-ös bajnokság küzdelmei. A megyei első osztályban augusztus 2. hétvégéjén, a másodosztályú csoportokban pedig egy héttel később kezdődött el a szezon. Ezen a hétvégén a harmadosztályú csapatok is nekivágnak a pontvadászatnak. Egy 14 csapatos és 3-13 együttes számláló csoportban összesen 53 gárda kezdi el a bajnokságot. Az MLS megyei igazgatósága területi alapon készítette el a csoportbeosztást. Szerencsére így, hogy a területi alapon úgy tudtuk elosztani a csapatokat, hogy kevesebb számban, mint 16, így később tudtuk kezdeni, ami azért nagy segítség a kis településeken élőknek, hiszen augusztusban még nehezebb összeszedni egy együttest, de így augusztus utolsó hétvégéjére azért már talán úgy a keretek megvannak, ahol szeretnének szerepelni. Már nagyon bízunk benne, hogy nem lesznek most visszalépők. Ugye az elmúlt években pont arról beszéltünk, hogy szép számmal jelentkeztek megye a harmadosztályba is csapatok, de rendre minden évben 5, 7, 8, 9 visszalépünk volt, vagy olyan csapat, akit ki kellett zárni, mert folyamatosan nem állt ki, vagy létszámhiányosan állt ki. Én nagyon remélem és nagyon bízok abban, hogy idén mindenki be fogja tudni fejezni majd a bajnokságot. A felnőttek mellett az NB-s osztályokban érdekelt megyebeli utánpótlás csapatok is bajnoki pontokért lépnek pályára a hétvégén.
Tavaly évben a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy gondolta, hogy a legalacsonyabb osztályú utánpótlás bajnokságokat, NB-s utánpótlás bajnokságokat, a 17-19 korosztályban ez az NB3, a 14-15-ben az NB2-t jelenti, kiadja külső megyéknek, hiszen úgyis régiós szinten voltak mindig ezek a bajnokságok, két-három megye csapatai területével alapján ugye szerepeltek ebben a bajnokságokban, és tavaly is megkaptuk, amit idén az U17-U19-es északkeleti csoportot mi fogjuk szervezni, itt 7 megyei csapatunk vesz részt, mellette vannak ugye még Hajdú megyéből, illetve még egy karcag csapat a Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is, úgyhogy ezt továbbra is mi szervezzük. Az U14-U15-ot, ahol szintén 7 megyei csapatunk szerepel, pedig továbbra is a tavalyi évhez hasonlóan Hajdú-Bihar megye. Ez azért szerintem jobb a csapatainknak, mert könnyebb minket elérni, akár Hajdú-Bihar megyét, akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, hogyha például mérkőzést szeretnének ugye módosítani, vagy egy játékengedélyért, bár eddig is ide kellett beugrani, de azért mégis közvetlenebb a kapcsolat, illetve ugye mi azért tudjuk a helyi sajátosságokat, így tudjuk, hogy mikor érdemes kezdeni egy bajnokságot, és a sorsolásnál is azért könnyebb a helyi igazgatósággal egyeztetni, mint a Magyar Labdarúgó Szövetséggel. Kvaka Árpád még elmondta, hogy hajrájához érkezett a Magyar Kupa megyei selejtezője. Augusztus 29-én Rakamaz Balkány és Mándok Ibrány mérkőzéseket rendeznek. A két továbbjutó csapat felkerül az országos főtáblára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. 2 forintot akart emelni a felvásárló cég vezetése az ipari alma árán, azonban ezt a termelők nem fogadták el. Szerdán tárgyalóasztalhoz ültek a felvásárló cég és a megyei gazdakör képviselői vásáros naményban, hogy egyeztessenek az ipari léalma 13 forintos felvásárlói árának legalább 25 forintra való emeléséről. A termelők azért is találták megalázóan alacsonynak az árat, mert Európában mindenhol magasabbak a felvásárlói árak. Miután nem született megállapodás az új, a gazdák által is elfogadható árról, az almatermelők demonstrációja tovább folytatódik. Közben döntés született arról, hogy létrehoznak egy termelői tulajdonú, ármeghatározó szerepet betöltő feldolgozó üzemet, ami megoldást jelenthet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megtermelt gyümölcsök tisztességes áron történő értékesítésére. 10-ből 9 gazdaság szakember hiánnyal küzd. Hiába nőtt a mezőgépész tanulók száma az elmúlt években, még így is legalább 15-20 év, mire megszűnhet az ágazatban a munkaerőhiány. Eddig nagy problémát jelentett a mezőgépész szakma presztízsének pozitív megváltoztatása, ma már karrier és ösztöndíj programokkal segítik a diákokat, a végzettek pedig kiemelt bérezéssel azonnal el tudnak helyezkedni. Az iskolák közel 2/3 már megkapta a következő tanév tankönyveit, melyeket a legtöbb helyen az első iskolai napon osztanak majd ki a diákoknak. Jelenleg az 1-től 9. osztályig mindenki, a többi évfolyamon pedig minden rászoruló diák ingyen tankönyvhez jut, de a kormány kezdeményezni fogja a teljes tankönyvellátás ingyenessé tételét. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, augusztus 22-én szerdán friss hírekkel, holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Csütörtök estig még igen meleg, változó nedvesség tartalmú levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Folytatódik a kánikula. Az éjjeli órákban derült és gyengén felhős időszakok váltakoznak. Csapadéknak kicsi az esélye. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél helyenként megélénkül. Délutánra 33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégéig folytatódik a kánikula, az ilyenkor szokásosnál mintegy 4-5 fokkal magasabb maximum hőmérsékletekkel, sok napsütéssel, záporzivatar csak kevés helyen lehet. A hétvégén több hullámban hideg levegő éri a térségünket, emiatt hazánk egyre nagyobb részén szűnik meg a forróság, de keleten még vasárnap is tartja magát a kánikula. Péntektől már több lesz felettünk a felhő és több felé várható eső, zápor, zivatar. A jövő hét elején országszerte hűvös időnk lesz, sok felhővel, futó zápor néhol még előfordulhat.